A csernátoni Haszman Pál Múzeumban negyedszer tartották meg a hétvégén a burroktató névre keresztelt régi mezőgazdasági gépeket bemutató rendezvényt. A nagyszámú látogató különböző régi állómotorokat és gépeket tekinthetett meg működés közben. Egy tiszteletkörre indultak azok a traktorok és mezőgazdasági gépek, amelyeket sikerült működésbe hozniuk a magyarországi és a helyi szakembereknek az elmúlt napokban. A rendezvény elsősorban gépész találkozó, ahol az erdélyszerte egyedülálló csernátoni mezőgazdasági szerszám és gépgyűjtemény érdekes darabjai kerülnek látogató közelbe. Idén kineveztünk egy motrot, hát egy értékesebb motrot a gyűjteményünkből, egy Langenwolf Otto motrot, Petrovics műhelyből származik az a motor, tehát a vidékünkről, és többek közt ezt javították meg már májusban, mikor eljöttek, hiszen ez ilyen két részből áll mindig, a vendégeink, a magyarországiak kétszer jönnek el. Egyszer csak azért, hogy előkészítsenek mindent, és akkor sikerült begyújtani. A rendezvény egyre népszerűbb, nem csak a látogatók körében, hanem szép számmal érkeznek gépészek traktoraikkal az egész felső háromszékről és még Csíkszeredából is. És idén sem hiányoztak a gyöngyösi Lévai Sándor gyűjtőgépei sem. Igazából mi mindig a magyar gyártású gépeknek a hírmondói vagyunk, akik azt képviselik. Most is olyanokat hoztunk ide, olyat próbálunk üzembe helyezni, és amik magyar gyártású gépek. Tehát, de nem tudom, emlékszik-e, de tavaly mondtam azt, hogy úgy benépesítjük az udvart, hogy nem fogunk elférni rövid időn belül, és nem tudom, hogy azt érzékelje, hogy azért sokkal többen vagyunk, mint tavaly voltunk. A gépész találkozó idén is gazdag kísérő rendezvényekkel egészült ki, ahol a gépek szakértői mellett minden látogató kellemes napot tölthetett a csernátoni múzeumban.